Szóval köszönöm szépen a felvezetést még egyszer. Megpróbálom, tehát a mai délutánt azt én, én két részre bontanám. Az első felében beszélnék a Rudolf Steinerről, hogy képbe kerüljünk valamelyest, másik felében pedig az aktuális helyzetről, amiben a, amikor múltkor itt voltam, akkor már nem fért bele, hogy az új pénznek a Működését szimuláló társasjátékot egy picit bemutassam. Azt szeretném röviden, illetve utána a, a, a legaktuálisabb helyzetet, tehát ahogy írtam, hogy a Putyin felvetette az osztrák-magyar monarchia helyreállításának a lehetőségét. Na most ez egy nagyon kockázatos felvetés, de hogy ezzel az eséllyel ez mit jelent, és hogyan kéne azzal élni, hogy ne egy újabb csapdába lépjünk. Erről beszélnék a második részben. Hát ahogy a Miklós mondta, igen, egy évszázada ezelőtt, tehát a, én 1961-ben születtem, Rudolf Steiner meg 1861-ben. És az akkori monarchián belül, egy Mura király nevű faluban, amit ma a Donnyi Krajjevecnek hívnak, és Szlovéniában van. Tehát egy közép-európai figura volt. Most az elmúlt napokban, tehát hozzáteszem, hogy nem csak monologizálni fogok, tehát lesz alkalom kérdések fölvetésére, a legvadabb, durvább kérdésekre is föl vagyok készülve, mert elmúlt napokban azzal töltöttem a időm jelentős részét, hogy különböző ö, hát sajátos elképzelésekkel vitatkoztam ezen a szerencsétlen Facebookon, hogy akkor most akkor ö, ugye zsidók, cionisták, van-e ószövetség, nincs-e ószövetség, és egyéb ilyen maraságok. Tehát ebbe is szeretnék valamelyest, amennyire lehet világosságot gyújtani. Tehát egy megpróbálok egy, egy panorámát fölrajzolni, hogy a steiner el tudjuk helyezni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy itt azért merem remélni, hogy túlnyomó többségben keresztények vannak, vagy valamennyire onnan jövünk egy ilyen kultúrából. Lehet, hogy... Tehát merem remélni. De nem baj, ha valaki nem az, csak mondom, hogy én azt gondolom, hogy ez van közünk, ebben a kultúrában nőttünk föl. Tehát ugye Jézus Krisztusnak a jelentőségét úgy többé-kevésbé ismerjük. Tehát ez is egy, egy nehéz kérdés, ez az elmúlt napokban, ez ez egy külön téma. Csak annyit, annyit mondanék, hogy hogy most, amiről Miklós is beszélt, hogy az ember, egész emberiség egy, egy nem most, hanem pont egy évszázada, pont amikor Steiner. Élt és aktív volt, akkor érkezett az emberiség a felnőttkor küszöbére. Tehát ez azt jelenti, hogy addig az emberiséget vezették. Úgy vezették, amit, amit mi köznapi néven úgy nevezzük, hogy a gondviselés, vagy az Isten, vagy az Istenek. Beavatottakon, királyokon, főpapokon keresztül ö, vezetve voltunk és erről a múltkor is beszéltem, hogy, hogy de ez az isteni irányítás folyamatos visszavonulásban volt. Hát tulajdonképpen Krisztus megjelenése óta apránként vonult vissza. És 1914. június 28-án az utolsó lépés megtette, hogy hátralépett, és elengedte a kezünket. Ez a Ferenc Ferdinánd meggyilkolásának a dátuma volt. Mert ő volt az utolsó uralkodó, akiben még volt olyan képesség, hogy a, az égiekkel valamilyen kapcsolatban volt. Ez azt jelenti, ezt sokan vitatják, de most én ebben nem mennék bele. Ez azt jelenti, hogy azóta, tehát az, amiről a Wagner beszélt, hogy az Istenek alkonya, az beteljesedett. Ez azt jelenti, hogy már nem egy külső intézmény közvetítőkön keresztül vezet minket, hanem fel kell fedeznünk magunkban ö, azt az impulzust, amit Krisztus a világba hozott. És ez egy, ez egy, egy évszázada kezdődött ez a folyamat, és ez egy akkora változás, mint ami az Ószövetség és az Új szövetség között van. Mert az Ószövetségben ugye a Mózes megkapta a tiszt parancsolatot a kőtáblákon, tehát az Isten kinyilatkoztatta neki, hogy ezekhez a törvényekhez kell igazodni ezt kirakta az emberek elé, és akkor azt, az, az szerint, ahhoz megnézték, elolvasták, és azt szerint próbáltak viselkedni. És a Jézus Krisztus pedig ezt a törvényt azt mondta, hogy nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem betölteni. És ezt a törvényt belehelyezte az ember centrumába. És ezt a forrást kell megtalálni, és akkor eljutunk oda, amiről a József Attila úgy beszél, hogy az én vezérem bensőmből vezérel. Tehát ha megtaláltuk ezt a Krisztus impózus bennünk, akkor már nincs szükségünk külső törvényekre. De ugye ez nem egy ilyen átkapcsolással működik, hogy tegnap szövetség, onnantól fogva új szövetség, hanem ez egy, ez egy lassú evolúció, ami még most se ért véget, de folyamatban van. És ez azt jelenti, hogy a régi formák még mindig működnek, csak dekadenciában, hanyatlásban vannak, és az új meg még nincs egészen itt. Ezen a küszöbön egyensúlyozunk, és még mindig azt hiszük, hogy vezetésre van szükségünk, és erre vannak önkéntes jelentkezők, jó nagy, nagy, számban, és, és tulajdonképpen az a káosz, ami, ami száz éve nem szűnik fokoz, fokozódni, az ennek a oka, annak ez az oka, hogy az isteni szféra, ami a társadalmat harmonizálta, tehát belenyúlt és az egyensúlyt biztosította, ez, visszahúzódott, és nekünk kellene a helyére lépni, de ehhez egy érzékfeletti képesség kell. Tehát ez a, ez a felnőttkor küszöbe az emberiség számára azt jelenti, hogy világos tudattal a szellemvilágban, az objektíve létező szellemvilágba be kell tudnunk lépni és onnan közvetlenül hozni azokat az impulzusokat, amikből meg tudjuk formálni a, az életünket és a társadalmat. Ugye ezt régebben csak a beavatottak tudták megtenni. Őket mondjuk akár buthát, vagy, vagy a fáraókat, vagy, vagy különböző beavatási ilyen misztériumiskolák iskolák voltak a világon több helyen, és azon ott történt ez a beavatás, egy-egy szemét át küldtek a küszöbön túlra, majd visszahozták, és akkor ő elmondta, hogy odát mit látott, és abból megformálták a környezetüket. És ezt ö, erre most mindannyiunknak föl kell nőni, hogy erre képesek legyünk. Közlöm, hogy ez nem kiváltság. Mindenki járt a szellemvilágban. Ma éjszaka például mert amikor elalszunk, akkor a fizikai testünket és az étertestünket itt hagyjuk, és a lelkünk az énünkkel együtt kiszáll a kozmoszba, és a szellemvilágba tesz egy kis tisztító utat, ahol a angyalok és egyebek kipucolják azt a sok mocskot, ami napközben ránk rakódott a tévéből, meg egyebekből, és aztán visszaérkezünk. Csak ugye a gondviselés még ott van, hogy ezt elfátyolozza előlünk. De, de hogy az a cél, hogy majd oda eljussunk, hogy világos tudattal tudjunk kibejárkálni. Tehát ez, a, ez az, ami, ami, előttünk egy fejlődési perspektíva, ebben mozgásban vagyunk. Tehát senki ne érezze most magát kevesebbnek, hogy ő még nem járt. én se jártam ott, már a tegnap éjszakától eltekintve. Tehát nem, én sem vagyok szellemi látó, de ö, ez a küszöbb helyzet, ami a 20. század fordulóján történt, vagy kicsit utána történt, ez azóta se tudatos. És ö, bizonyos titkos társaságok, akik ö, korábban jogosultan vezették az emberiséget, később, amikor már a szerepük visszahúzódott, dekadenciába hanyatlott, ők ezt sérelmezték, és meg akarták tartani ezt, mint egy hatalmat. És itt, itt tisztáznám, hogy ez például ezek a szabadkönyves páholyok. Mert a szabadkönyvesség nem volt eredendően gonosz. Hát annak a gyökere ugye onnan indul, hogy a Salamon megépítette a templomát. Ugye Salamon, aki az Ábel ág leszármazotta volt, ugye a, ez a Káin Ábel polaritás ez a világban benne van most is, mindannyiunkban, mind a két az ábeli káini principium működik. Ugye az Ábel az egy őskép, az nem egy konkrét személy volt, és a Káin pedig nem egy gonosz, aki agyon csapta a tesóját, hanem ez egy ennél kicsit árnyaltabban közelítsünk ehhez. Tehát az Ábel az mondjuk úgy, hogy a népek őse volt, aki terelgette a nyáját, amit a természet nyújtott, azt elfogadta, de nem csinált érte semmit. Ha elfogyott a kaja, odébb ment, és így tovább. A Káin pedig a földműves népek őse, aki a először készített szerszámot, és az összes mesterség az ő fiaitól ered. Tehát ő a föld átalakításával foglalkozott, és, és ez egy konfliktus. Salamon az ábeli ág leszármazotta volt, aki a minden kozmikus bölcsességnek a tudója volt, mert hozzáteszem, hogy a, hogy a történet, a bibliai történetben, ami hát megjegyzem ugye ószövetségi, tehát zsidó konstrukció. Na, ezt hagyjuk, ezt majd később. Tehát az ő áldozatát az Istenek elfogadták. Káinét nem, és emiatt volt egy feszültség köztük. Tehát a Ábel kedves volt az Isteneknek. És uh, uh, Salamon tehát, akinél nem volt bölcsebb ember a földkerekén abban a pillanatban, nagyon bölcs volt, de nem tudott egy templomot megépíteni, mert az anyaggal nem tudott bánni és ezért kénytelen volt egy Káin ivadékot, Hirám Abifot megkérni, aki az első építész volt a világon, hogy építse meg a templomot, mert Hirám meg tudta építeni. És ez a Salamon templomának az építésének a történet, a templom legenda, ami egy külön elképesztő történet, csak az izgalom kedvére elmesélem egy, 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 pár részletét, hogy, hogy szintén, hogy képben legyünk, mert a Salomon templomának a, a geometriája az a kozmikus arányoknak megfelelő, az aranymetszésnek, meg mindenféle egyébnek, és a, ugye ebbe őrizték a frigyládát a szentében, de ugye a szentébe akkor még nem léphetett be halandó, csak beavatott. Mert egy halandó avatatlanul belépett, az szörnyet halt. Tehát ott nem volt tanácsos bemenni. Egészen Krisztusig. Ugye a Krisztust amikor megfeszítették, akkor emlékszünk az evangéliumban, akkor a templom kárpítja végighasadt. Ez azt jelenti, hogy a szentély, ami addig el volt zárva, a nem beavatottak elől, az megnyílt mindenki számára. Tehát onnantól fogva be lehet lépni. Vagyis ez, a, ez ott az első lépés, hogy mindannyian beavatottak lehetünk, ha Krisztus útját követjük. Ugye ez ezt üzeni. De vissza Salomon templomához. Tehát a Hirám megépítette, és a, az avatási ünnepségen ki kellett öntenie az úgynevezett érdstengert. Az érctenger az egy üst volt, amiben a hét bolygónak a fémei voltak egy az égi rend arányának megfelelő arányban elkeverve. Tehát ez egy fém, ö, ö, hogy mondjam, ötvözet volt, de valójában nem volt ötvözet, mert folyékony volt. És ö, ezt kellett a megfelelő arányban összekeverni, és hogyha ez a kozmikus arány sikerült, akkor ez, a, ez az érctenger ez áttetszővé vált. És ez egyébként, ugye ha most visszaemlékszünk bármelyik katolikus templomban, hogy hol van a keresztelő medence, az pontosan ezen a helyen van, ahol a, Salomon templomában az érsz-tenger. És körülbelül úgy is nézett ki. Tehát egy ilyen kehely formájuk is medence. És a hírám egyik szolgája egy árulást követett el, és megváltoztatta a receptet. És ezért a, a, az érctenger kigyulladt, és hatalmas lángokkal égett, és hát hirám kész volt, hogy nem, nem fog sikerülni a templom avatás, és akkor egy hang szólt a lángok közül, hogy ne félj, ugorj be a lángok közé, nem lesz bajod. És akkor hirán fogta és fejest ugrott az érctengerbe, majd elkezdett zuhanni. És zuhant a föld középpontja felé, majd elérkezett oda, és amikor odaért, akkor találkozott az ős atyával, az ős Káinnal, aki megsúgta neki a művészet feladatát, és azzal visszament, és utána azt hirdette tovább. Ez, amit ő megsugott, ennek ez ma is érvényes, és ez azt jelenti, hogy a teremtett világot, a fizikai világot, azt fel kell emelni a szellemhez, vagy máshogy fogalmazva, a szellemet bele kell árasztani az anyagba. Ezt csukta az őskáin a Hirám fülébe. Aztán itt van még egy szerelmi szál is, mert a Salamon kedvese, a Sába királynője az beleszeretett a hírámba, és akkor ebből különböző bonyodalmak származtak, de ebben nem menjünk bele. Na most ezt azért mondtam, mert a, ez a művészet feladat, ez, ez most is érvényes, és a, tehát a 19. században, ja, ja igen, és hát ugye a hírám volt a az, akire a későbbi szabad kőművesek, akik a középkori katedrálisokat építették, a mesterüknek tekintették Hirámot. Ők azért voltak szabad kőművesek, mert a király adott nekik különböző szabadságjogokat. És ők rendelkeztek egy kozmikus tudással, ami alapján ezek a ha valaki beleássa magát egy, egy középkori katedrálisnak a konstrukciójában akkor azt tudhatja, hogy ott elképesztő alkímiai meg csillagászati ismeretek voltak mögötte, és mondjuk a Strasburgi katedráest érdemes megnézni, ami, ami egy, egy kincses ház ebből a szempontból. Tehát ezek voltak az úgynevezett szabad könyvesek. Aztán ezt a, ezeket a titkokat természetesen őrizniük kellett egy ideig. De aztán, hogy ezek a ez a tudás egyre több emberhez leérkezett, ezeket már nem lehet visszatartani. Aki vissza akarja tartani, az hatalmi játékokra használja. És így lett ezekből a valaha volt szabadkönyvesekből egy zárt szekta, aki megőrzött bizonyos rituálékat, és azokat hatalmi célokra használta, és használják a mai napig. És a, a mai működésüknek a, az okkult nyomait, a hétköznapjainkban tapasztalhatjuk. Erről is próbálok beszélni, mert, mert nyakig vagyunk ebben, csak nem tudunk róla. Na most számos okult társaság volt, és ezek között voltak jók, meg kevésbé jók, meg gonoszak, meg nagyon gonoszak, sokféle volt, mint ahogy ember is sokféle van. És akik igazán betekintettek a szem, szellemvilágba, illetve az emberiség fejlődését figyelemmel kísérték, azok a 12. század folyamán érzékelték, hogy igen, az emberiség a felnőttkor küszöbére érkezett, és már nem lehet bizonyos titkokat visszafogni, és ezért kinyitottak bizonyos szelepeket. Elsősorban ezek angol száz páholok voltak, akik ezt ö, felismerték és kinyitották, ö, Először a spiritizmust indították útjára, és akkor Angliából elindultak ezek a spiritista szeánszok, ahol asztaltáncoltatást, meg mindenféle hülyeséget csináltak. Ezek ö, tulajdonképpen erőszakos ö, ö, rituálék voltak, amiben holt lelkeket oda kényszerítettek, és arra kényszerítettek, hogy valamit csináljanak, ami látszik a fizikai síkon. Ez egy ez egy ízléstelen és értelmetlen produkció, de nagyon népszerű volt. Aztán látták, hogy ez nem jó, és akkor akkor beengedték a Keleti tanokat. Tehát akkor Londonon keresztül áradt be Európába a buddhizmus és a hinduizmus és a jóga. Tehát jóga mesterek érkeztek Londonba, majd onnan rajzottak szét Európába. Ugye itt az idősebbek talán még ismerik a Jesudian nevét, aki egy ilyen, ilyen joga guru volt, aki a 30-as években Magyarországon járt, és a könyve is megjelentek. De ez Európában mindenütt így volt, és hozzáteszem, hogy a joga az nem, nem testedzés. Tehát az egy, az egy, egy sokfajta joga van, az is egy beavatási iskola, még a testgyakorlatok is. Ezt, tehát ezek beáramlottak. És ezek után jött, jöttek olyan, olyan, tudás, olyan okkult tudások áramlottak be Európába, amik már ennél mélyebbre tudtak evezni, és így jött létre a teozófiai társaság. Amit ezek a ö, éber szellemi látása, különleges képessége rendelkező személyek alapítottak, mint például Helena Petrovna Blavatsky, aki egy, egy, egy orosz származású nő volt, és ő neki volt egy látóképessége. És, e, ugye ez a Teozófiai Társaság e, leírta, tehát sok mindent publikáltak az emberiség evolúciójának a korábbi fázisait, korszakok, a fejlődési korszakokat fölvázolták, tehát nagyon sok objektív ismeretet közé tettek, és de sokan a Blavackit is veszélyesnek ítélték ezekből a páholyokból, és, és hát megpróbálták Okkult mahinációkkal a, a lelkét szellemét gyülejteni. Fog, fog és ez egy idő, időlegesen sikerült is. Na és akkor ö, akkor már abban az időszakban vagyunk, amikor Rudolf Steiner már ö, megszületett és ö, működött. Hát ő, ő, a, hát egy egy Osztrák-Német házaspár. Gyermeke volt, az apja vasúti tisztviselő volt, és a monarhián belül helyezték ide-oda. Amoda ilyen szolgálati lakásokba laktak. Aztán a Steiner elvégezte a Bécsben a, a, a filozófia szakot, és utána a Göte hagyatékának a rendezésével kezdett el foglalkozni. Ez azért fontos, mert mert a Göte-nél ez ma sem köztudott, goethe a természettudomány fejlődése egy elágazáshoz érkezett. És gőte képviselt az egyik utat, ez a spirituális természettudomány, mm. és a Darwin, meg a Newton és a többiek ezek a másik irányt, a materiális természettudomány. És a gőte kísérlete az, az aztán félig meddig elhalt, vagy inkább búvó patakká változott, és el is felejtettük. Tehát ez nincs a köztudatban, hogy Götének voltak természettudományos munkái, művei. Nem csak a színtanra gondolok, hanem a növénytanra. És, és a materiális irányzat bomlott ki, ami azonban csak a halott természet leírására alkalmas, az élőre nem. és, és most jutottunk így ezen a, a természettudományos úton a szakadék szélére, mert állandóan az élet izgat minket, és akkor ugye ezt, ezt úgy véljük a titkot megtalálni, hogy a géneket elkezdjük piszkálni. De ez egy végtelenül veszedelmes dolog, mert a, a gének és az ember fizikai sága mögött szellem lények állnak, akik azokat létrehozzák, és működtetik, és fenntartják. És nem azon, hogy van egy csupasz anyag, és abba kell belematatni, mert azt fenntartják magasabb lények. És mi benyúlunk egy, egy génpuskával, és belövünk egy, egy vírusgént egy sejtmagba? magba. Milyen? Ez egy ilyen, egy ilyen nem is akarok belemenni, mert ez is egy nagyon tanulságos dolog, hogy a, gén, a genetikából mit tanulhatunk a, a valós a világ valós működéséről. De a lényeg az, hogy a a, a Goethe ideje újra a XX. század elején jött el. Tehát ott volt egy, egy szünet. És a Newton és a Darwin, ugye a az ő, ő, mondjuk a Darwinról beszélnék inkább, hogy értsük, hogy mi a, mi a spirituális, meg a nem spirituális természetudomány között a különbség. De ide vehetjük Brémet is, aki az állatvilágot leírta. Ugye a Brém állatvilág leírásában nézzük meg, hogy néz ki az oroszlán. Hát leírja, hogy hány centi hosszú, milyen szőre van, mivel táplálkozik, hány kiló, és akkor ezt elolvassuk, és akkor nagyjából azt hiszük, hogy tudjuk, hogy milyen az oroszlán. Ezzel szembe, ha egy fiatal maszáj férfit férfivá avatnak, annak az a vizsgatétel, hogy egy szál egy oroszlánt meg kell öljön. És ha szemben áll veled egy oroszlán, akkor mire mész a brém állatvilágban olvasottakkal? Tehát ott valami másra van szükség, hogy, hogy, te hogyan tudod azt a nálad sokkal erősebb állatot megölni, ott mi történik, mi az oroszlán, és te mi vagy. Ez egy egészen más, más valóság. Tehát körülbelül ennyi, de a, ugye a Darwin hoz annyit kell hozzátenni, mint a múltkor beszéltem róla, hogy a Darwin unokatestvére a Galton volt az eugenika atya. Tehát ez a materiális a tudomány azt gondolta, ebből az jön ki, hogy hát a gyengébb az pusztuljon, az erősebb győz, holott a természetben ez nem így működik, mert a természetben együttműködés és szinergia van. És akkor ebből a materiális logikából az jön ki, hogy hát bizony van egy fölösleges ember mennyiség, akitől meg kéne szabadulni, és akkor ezt ugye, ahogy a múltkor elmondtam, háborúkkal, járványokkal, éhénységekkel lehet általában ezektől megszabadulni, ezeket kell nekünk megrendezni, mondták ezek a ö, urak, és ö, ezeknek a szellemi utódai ma igen aktívak. Tehát ezt is láthatjuk. Akkor vissza, hogy, hogy tehát ugye a Gőte hagyatékát kezdte el rendezni, és ez nagyon fontos, mert ezzel újraélesztette a gőtánizmust, tehát ezt a szellemi és szemléleti természettudományt, ami így a dolgok lényegéig próbál elhatolni, és például a gőte növényekre vonatkozó metamorfózis tanát megértette, és aminek az, az a lényege, hogy a Goethe megfigyelt a növényeket, a növények növekedését, arányait és a többi felépítettségét, és ebben felismert egy ős principiumot, egy ős növényt, aminek az ideája változatlan, és az az érzékfeleti szférában található. És amikor egy növény elkezd nőni, akkor ezt az ős ideát ismétli, de eltér tőle, attól függően, hogy milyen talajba kerül, milyen környezetbe kerül, ki hogyan bánik vele, és ebből végtelen változatosság nő ki, de az őskép azonos. És ezt az ősképet ő lerajzolta, megfogalmazta, és megpróbálta kutatni tovább, hogy oké, okay, ez van a növényeknél, és akkor mi van az állatnál, és mi van az embernél. És a Steiner később... Később folytatta a Göte kutatását, és elvégezte ezt a munkát. De közben visszakanyarodok, hogy a Steiner gyerekkorában különböző élményei voltak. Tehát ő egy, egy bizonyos szellemi látóképességgel született, mint a Blavacki és a társai. Látott holt lelkeket jönni, menni a szobába. És aztán elkezdte a maga munkáját, kutatásait. Volt egy mestere, akiről nem sokat tudunk, Ugye ilyen mesterek a világban mozognak. Ezek rejt, rejtőzködnek. Ez a mestere, akit ő, a, akit ő beavatta, ez egy egyszerű füves ember volt állítólag, aki egy kis hátizsákkal, járta az erdőt és növényeket gyűjtött, és nem nagyon tudni róla többet. De lényeg az, hogy, hogy aztán valahogy az érzékfeltű szférában kezdett uh, kutatni, felfedezni dolgokat, és amikor ezekről próbált beszélni másokkal, sehol nem értették, hogy miről beszél, egyedül a teozófiai társaságban talált olyan embereket, akik megértették, hogy miről beszél, mert ők is ismerték azt a valóságot. És azért belépett a teozófiai társaságba, és annak egy idő után a németországi tagozat vezetője lett. Tehát ekkor már ő a szellemvilágban kutatni tudott. Tehát át tudott lépni, ott különböző irányokba kutatni, ugye talán vannak többen, akik hallottak már arról, hogy Akasa Krónika. Ugye az Akasa Krónika egy, azt úgy lehet elképzelni, mint egy, mint egy globális emlékezet, amiben minden történés, ami egy szellemileg egyáltalán szóba jöhet, az lenyomatot hagy. Nem véletlen, hogy ez hasonlít az internethez. Mert az ellenlábas Arimán, aki az anyagban van zárva, ő ezt az Akasakrónikát krónikát akarja utánozni technikai eszközökkel, és ez az internet. Ez a karikatúrája az akasa krónikának. Na most a Steiner ebben az akasa krónikában tudott olvasni, tudott kutatni, és az előadásai 6000 előadást tartott, mondjuk minden előadásából körülbelül egy ekkora könyvet lehetett írni, amit gyorsírással leírták, és utólag ő vagy átnézte, vagy nem, de ő nem készült az előadásokra, hanem ott átlépett, és aztán mondta, ömlött rajta keresztül ki, amit, amit látott. Tehát ő egy jelenlétből beszélt, és kevés könyvet írt, néhány könyv van, amit, amit írt, ez az egyik, ez a szabadság filozófiája, tehát amit elejétől végig megírt. És a teozófiai társaságtól egy ponton megvált. Mégpedig egy véleménykülönbség miatt, mert a teozófusok azt gondolták, hogy Krisztus második eljövetele elközelget, és azt gondolták, hogy ez, egy, ez, egy, ez az eljövetel, ez egy fizikai testben, egy emberben fog megtörténni, és felismerni vélték ezt a második megtestesülést egy Krishna Murti nevű indiai fiúban. És a Steiner azt mondta, hogy, hogy hát ez nem, ez nem így van. Hogy Krisztus második eljövetele nem testben fog megtörténni, hanem az éteri szférában, ami áthat minket. Ugye az ételtest, ezt csak aki nem tudja, annak mondom, hogy ugye a fizikai testünk, ha nincs benne az, élet, az, étertest vagy élettest, akkor az egy holttest. És addig él, amíg az étertest, ami körülbelül ugyanakkor, mint a fizikai test, ezt áthatja. És amikor meghalunk, akkor az étertest kiszáll a fizikai testből, és feloldódik a föld éteri szférájában, a fizikai test pedig szétesik. Mert az étertest addig tartja össze. Na most ez az éteri szféra, ez az élet ez az egész földet körülveszi, és Steiner azt mondta, hogy ebben fog eljönni, és ezért a Biblia, ezért fogalmaz úgy, amikor ha valaki a katolikus imákat ismeri, hogy és újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat. Ez a dicsőségben ez az éteri szférát jelenti, nem a materiális szférát. És el is jött, de most nem mennék bele, mert pont 1933-ban jött el az éteri szférába Krisztus, és azóta ott van. És az ellenlábasaként ideállították nekünk Adolf Hitlert, aki akkor jelent meg, hogy ráfigyeljünk, és ne vegyük észre. És az emberiség ezt átaludta, de ez most zárója bezárva. Tehát Szenér azt mondta, hogy ez egy tévedés, Krisznamurti nem Krisztus, ő egy egyszerű ember, egy nagyon kedves fiatalember, és maga Krishna Murti is egy később egy könyvébe le is írta, hogy, hogy ő nem Krisztus, ő csak egy ember. És ezért kilépett a teozófi társaságból, akik egyébként utána egyéb gyanús okkult manipulációk, technikákba bocsátkoztak utána, ezt csak azért mondom, mert ezek a technikák, ezeket ma, ezek a páholyok alkalmazzák. Milyen technikák ezek? Ehhez köthető a pedofília. Mert a pedofília a gyerekek kínzása, megölése olyan rituálé, ami által bizonyos hatalomhoz jutnak, akik ezt végigcsinálják. És ez most kerül terítékre most a napokban. Tehát ebben, ebben a ébredési fázisban vagyunk, de ehhez erősnek kell lennünk, mert, mert ahogy Miklós is mondta, én kicsit máshogy fogalmaznám, hogy a, ez a mostani kor, ez az ébredés kora, de nem csak az ébredésé, hanem hogy képesnek kell lennünk a gonoszt szemlélni, a gonoszt felismerni. És ez furcsának hangozhat, de az egyháznak sokáig az volt az álláspontja, középkortól kezdődően, hogy az ember nem elég erős ahhoz, hogy a gonoszt, gonoszsal szembenézzen. Ezért a gonosz ábrázolását egy idő után kiirtották a templomokból. De épp a Strasburgi Dóm, amit említettem, a Strasburgi Dóm bejárati kapujának az egyik pillérén ott láthatjuk Lucifer szobrát akit úgy ábrázolnak, egy gyönyörű nő. Egy felslitzelt szoknyában, és a szoknya alatt egy kígyó tekerek. És Luciferről azt lehet tudni, hogy aki látta, én nem láttam, hogy elviselhetetlen szépségű. És de Lucifer és Arimán közt is van különbség, de ez már megint egy másik terület. Tehát ők a két poláris erő, amik között áll Krisztus és féken tartja őket, de mind a kettő a fejlődéshez, mind a kettőre szükségünk van, ahogy a gonoszra is szükségünk van, mert azáltal erősödünk meg. És mind a kettő a nagyon távoli jövőben meg lesz váltva. Ezt is tudni kell, de ezt most megint lezárója, bezárva. Jó, kitérek arra is, tehát, és akkor a Steiner megalapította az antropozófiai társaságot. Az antropozófia az ember bölcsességet jelent, és tulajdonképpen ez nem egy szekta, hanem egy részben egy, egy ezoterikus keresztény folytonosságnak a, a jelenkori képviselője. Mi ez a folytonosság? Pál Apostol alapított egy ezoterikus iskolát, és ennek a későbbiekben a folytatása volt, folytatásai voltak például a rózsakeresztesek, és Steiner ezeknek a rózsakereszteseknek a modernkori képviselője. Mit jelent ez, hogy a, ugye, hogy a kereszténységben van akkor egy exoterikus, meg egy ezoterikus vonal? Van, és mindig is volt. Ugye a, a Szentírásból ismerjük a Jézus születését, hogy, hogy eljöttek hozzá a pásztorok, és a három királyok, vagy a három mágus, ahogy a nyugatiak nevezik. Ez a két aspektus. A, a pásztorok azok az egyszerű emberek, akik nem rendelkeznek szellemi látással, szellemi iskolázottsággal, de a szívük és a józan eszük megvan. Ez nagyon fontos, mert a józanész, amit ma igyekeznek elvenni tőlünk, az, az biztosítja, hogy ne tudjunk belesüllyedni a virtuális világ csapdájába. Mert a józan ész az azt jelenti, hogy gondolkodni tudunk, elevenen gondolkodni, nem azt, hogy amit beadagolnak az fülünkön, azt kiadjunk a szánkon, mert nem az a gondolkodás, hanem a gondolkodás az, amikor az ember gondolkodás révén bekapcsolódik a szellemvilágba. Tehát aki valóban gondolkodik, az, és pláne esetleg ha már arra is képes és megfigyelj, hogy mi történik, amikor gondolkodunk, akkor kiderül, hogy a gondolkodás az egy kozmikus folyamat, ami minden embert összeköt, már aki gondolkodik. Mert aki nem gondolkodik, az, az egy porhüvely, azzal nem sokat lehet kezdeni. Tehát ez összeköt minden embert, és ha gondolkodunk, akkor jelen tudunk lenni az életünkben, és ugyanígy a szív, a szív is egy megismerő szerv, nem csak érző szerv, hanem a szívnek is van gondolkodása. Tehát a pásztorok ezt képviselték. A három királyok, a három napkeleti bölcs, vagy három mágus, pedig a Krisztus előtti három kultúrkorszaknak a reprezentánsa. Mert ugye ezek, múltkor is beszéltem róla, hogy, hogy kultúrkorszakokban haladunk, halad az emberiség, és jelenleg, a jelenlegi kultúrkorszak az a germán kelt, a közép-európai kultúrkorszak, ami 2160 évig tart, és körülbelül az első harmadában vagyunk, 1400-as években kezdődött. Előtte volt a görög-római kor, azelőtt volt az egyiptomi káldeus korszak, azelőtt az ősperzsa és az óindiai korszak. Ezek, ezek mind egy, -egy plátói világ hónap hosszáig tartanak, és a Krisztus előtt, itt a görög-római korban jelent meg Krisztus a emberiség történetében, és az előtte levő három kultúrkorszak képviselői, a három királyok, akik a tudásukat ö, ajándékok formában letették a kisded lábához, arra kérve őt, hogy hogy újítsa meg ezt a tudást, hogy tovább tudjanak haladni. Tehát ez a, ez a jelentősége. Ez, ez azt jelenti, hogy a, a Istenhez, vagy a megismeréshez, vagy az érzékfeletti világhoz kétféle úton juthatunk el, vagy a, a karmánkon, az életünkön, a, a szívünkön keresztül, vagy megismerésen keresztül. Mind a két út egyenértékű, egyik se helyezhető a másik fölé. Tehát ezért csak hogy az antropozófiát így helyezzem el, hogy ez ennek a páli ezoterikus iskolának a mai ö, szereplője, vagy képviselője, ami ö, egy ideje konfliktusban van magával a katolikus egyházzal is, aki ezt nem ismeri el, mert zavarja a köreit. Ezért vagy megsemmisíteni akarta, vagy integrálni. Tehát ezt is több kísérletet tettek, hogy be, betereljék a Katolikus Egyház alá az antropozofén mozgalmat. Ugye e, ez nem sikerült. Vagy bejuttatva ügynököket eltérítsék. Ez is ez folyamatosan zajlik. Tehát ez egy. E, na most, e, tehát Rudolf Steiner mondjuk az előtörténetéről ennyit, és utána itt levetítenék pár diát, de közben megnézem, hogy hány óra van. Egy, egyrészt, hogy hogy bír, bír, bírjuk, bírják. Bírják? Jó. Tehát ha majd kérek jelzést, ha levegő szeretnének jutni. Tehát most megpróbálnám fölvázolni, hogy az ő, az ő tevékenységét, ami egy sajátos dolog, mert Németországban és Ausztriában Steiner személye az az átlag műveltség része. És miért nem az Magyarországon? Hát sok mindent kiirtott innen a kommunista rendszer, ezt is. És tehát egy ilyen, ilyen koponya, aki itt született, jó Szlovénia, de mindegy, mert a kárpát medencé innen egy közép-európai szellem, aki egy centrális alakja annak a kultúrkorszaknak, amiben mi vagyunk, vagyis a civilizáció centruma jelenleg Közép-Európa, és ennek a birtoklásáért folyik a háború. A két világháború is ezért folyt. Tehát ezek az angol száz páholyok, akik ez nem az angol száz népekre vonatkozik, hanem ez egy szűk csoport, akik ugye ezeket az okkult titkokat őrzik és használják, és ők meglovagolják az angol száz népeket is, azoknak a képességeit is, és ezt használják a hatalmuk fenntartására. Mert minden népnek van egy népszelleme, és a népszellemeknek egy missziója. A magyaroknak is van, és az angol száz népeknek is. Az angol száz népszellem missziója az egységes világgazdaság megteremtése. Ez az ő feladatuk. De ez nem szükségszerűen jár egy gazdasági világhatalommal és egy világkormányjal. Ezt bizonyos egy szűk, önjelölt elit meglovagolja, a, rátelepszik erre, és e, ugye erről, e, erről maga az érintett nép se nagyon tud, és használja őket eszközül. Most ez, ezek, ezekről ugye nehéz beszélni, mert ennek a, nyomait a nyilvános sajtóban nem lehet megtalálni. Tehát ezek, ezek e, úgy úgymond a nyilvánosság vagy a média az maga is jó részt egy dezinformációs eszköz. Tehát nem, nem jut el, egy, nem is a feladata egy szellemi valósághoz eljutni. Tehát ezek a <hül> tehát ennek a e, Közép-Európának, amit az első világháborúval ö, szétszakítottak, ö, padlóra küldtek, majd a másodikkal tovább döngöltek bele a földbe, és most megint a mi tönkretételünkön ügyködnek. Ugye ez az angol száz hatalmak egyik törekvése, hogy ellenőrzést szerezzenek Közép-Európa felett. És de ők távolabbra néznek, mert. Közép-Európát, a közép-európai kultúrkorszak végét is látják, mert az okkult tudással rendelkeznek, és tudják, hogy utána a szláv korszak jön. Ezért letenyerelve, rátenyerelve Közép-Európára azt a padlón tartva, igyekeznek az orosz terület fölött is befolyást szerezni, mert az a jövő, az a következő 2160 éves kultúrkorszak, és ők már most előre be akarják biztosítani ezt. Tehát erről szól ez a, ez a, mostani északi áramlat, meg mit tudom én, és, és ebbe a játszmába keverték bele Izraelt is. Erről is beszélhetünk, de erről inkább majd a szünet után, hogy, 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 hogy miért iszonyatosan veszélyes egy, egy a, az eszközként használt zsidóság ellen, hogy őket tekinteni bűnbaknak, amikor a, a nagy játékosok mögöttük állnak, akik nem zsidók. Vannak köztük néhányan, de nem. Azok ezek a páholyok, akiknek egy része látszik a fizikai világban, de nagy részük nem látszik. De a hatásaikat lehet tapasztalni. Na most, hogy, hogy a Steiner tevékenységéről próbáljak egy képet rajzolni, tehát ugye ez egy az antropozófia tulajdonképpen azt a célt szolgálná, hogy az a feladatát betöltött materiálist a természettudomány után a természettudomány kitágítsa az érzékfeleti szférába, nem megtagadva a materiálista a tudomány, csak a ható sugarát behatárolva, amit ugye a tisztességes tudósok maguk is megneveztek, tehát utalnék itt Heisenbergre, aki meg a határozatlansági relációban, az atomfizikában megállapította az emberi megismerés objektív határát. És ezt le is írta. És ezt nem vették tudomásul a, a kollégái. Mert elmondta, hogy ha egy atommagot, egy részec, elemi részecskét nem bonyolult, elemi részecskét meg akarunk figyelni, azt úgy tudjuk megfigyelni, egy másik részecskét rálövünk, és akkor az ha ütközik rajta, akkor ennek az ütközésnek a nyomát mi ö, tudjuk rögzíteni. Ez folyik a, a genfi-cern gyorsít a hadron ütköztetőben. Buborékkamrák, minden egyebek, ahol elhalad ez a részecske, ott egy, egy instabil folyadékban buborékok keletkeznek, és látszik, hogy erre ment el a, akármi. És akkor azt mondja, igen ám, de hogyha már egyre kisebb részecskékig megyünk, és a, amit kibocsátunk, fény, mondjuk, vagy bármi más részecske, hogy megfigyeljünk valamit, az már azonos tömegű a megfigyelendő részecske tömegével, akkor az ütköznek, és, és valahol egészen máshova megy, mint gondoljuk, és nem tudjuk, hogy hol van, mert nem is odaérkezik vissza, tehát nem ideérkezik vissza az a részecske, mert elmegy az is valahova. Tehát ez egy határ. Ezen túl nem tudunk ezekkel az eszközökkel tovább kutakodni. De a mai napig ott ütköztetik a vicsodákat. E, Teljesen értelmetlenül. Nyomják el a milliárdokat. Igen. És ott már egy, ott egy, egy, egy valóban fölépítenek egy virtuális valóságot, és, és, e, és ezért joggal mondta egy, egy ott dolgozó magyar fizikus, hogyha ugye azt a Higgs bozont vélték megtalálni, hogy ha, ha nem találjuk meg a Higgs bozont, akkor az egész modern fizika összeomlik. És igaza val, volt, csak hogy ez már össze is omlott. Na, tehát, hogy ott van egy határ, és azon túl már csak az érzékfeti szférában van tovább, amikor meglátjuk azokat az erőket, amik ezeket működtetik, amik nem anyagi erők. Tehát, ez tehát a, tehát a Steiner az antropozófiával azt próbálta, hogy ezt a, a természettudományt kitágítani, és a, a spiritualitás felé ö, a kutatási irányokat kitágítani, és ebből számos gyakorlatilag minden tudomány területre vonatkozóan termékenyítő javaslatokat tett. Tehát Ő Nem mondta meg a tutit, hanem azt mondta meg, hogy itt errefelé kéne keresgélni, ott meg arra fele. Ami kifejlődött belőle, csak felvillantok majd pár diát, de nem akarom, hogy mozizásba fulladjunk, tehát ugye egy, egy kifejlődött, egy antropozófus orvostudomány, ami ö, a jelenleg általunk ismert és elszenvedett materista orvostudománynál ö, több, és nem csak annyival több, mert mondhatjuk, hogy hogy igen, van a természetgyógyászat, meg a kínai orvoslás, meg az ajurvédikus orvoslás, igen, de ezeknek mind a szellemi forrása egy régebbi korszakból ered, és a mostani korban is kell, hogy legyen egy ilyen kultúrforrás. Tehát ezt szintén nem tagadja a, ezeket a régebbi iskolákat, hanem aktuálisan kiegészíti. Tehát az ember egész személyiségére kíváncsi, és az okokat keresi, nem a tüneteket akarja megszüntetni, és ebbe, a, ebbe akár az illető egyén biográfiáját is ismerni kell. Tehát az egy antropozófus orvos, hogyha az ember a betege vagy paciense lesz, akkor, akkor azzal kezd, hogy kikérdezi a, az életéről, mindenről alaposan. Tehát, hogy képbe kerüljön a temperamentumáról, hogy egész a az egész lényéről egy összkép legyen, és akkor el tudja helyezni. És az orvoslás abban áll, hogy a, az egészség, ami valójában egy egyensúly, az egészséget föntartsa, és a betegség, ami különböző az egyensúlyból való kilendülések, ezeket segítsen visszaterelni, mai kifejezéssel az immunrendszert erősíteni, és nem, nem vírust írtani. És az immunrendszer szellemi értelemben az maga az én. Az én tevékenységem, ami az emberben az egyensúlyt biztosítja és az egyensúlyt tartja. De az orvostudományban elhelyezett egy impulzust, ami lényeges. A pedagógiában, ugye ez a Waldorf pedagógia, amit sokan megint ilyen liberális katyvasznak tekintenek, nem, a Waldorf pedagógia az egy emberismereten alapul. Az ember teljes felépítettségét, test, lélek, szellem, és ennek a még finomabb felépítettségét ismeri, és ennek az időbeli kifejlődését, mert a gyermek fejlődésében is ritmusok vannak. 7 éves ciklusok, rövidebb meg nagyobb ciklusok, és tudni kell, hogy a gyerek mikor éppen hol tart, és ezt a fejlődést lehet segíteni, hogy és hogy a, a a gyermek az nem egy, egy zsák, amiben bele kell tömni egy tudásanyagot, hanem egy három, három erő által meghatározott erőtérben létezik. Ugye az egyik a, az öröklési erők, amiket a szüleitől hozott, amiben ő, ő utánozni próbálja a szüleit. Ezért hasonlít rá fizikailag, rájuk fizikailag is. Tehát hozza ezeket az erőket. Aztán a környezet hat rá, ez egy külső hatás, és hozza az ényét, amit korábbi életekből hurcol magával, ez az örök része, és ez ennek kell kiküzdeni magát, hogy úrrá legyen az öröklési erőkön és a környezeti hatásokon. Ha ez nem sikerül, akkor mi tapasztalunk? Ugye vannak, akik az öröklési erőkön nem tudnak úra lenni, azok a szülőknek a klónjaivá válnak. Ugyanúgy néznek ki, ugyanúgy viselkednek, stb. Aki a környezeti hatást nem tudja ö, kezelni, az pedig az élet löki ide-oda, amoda, és valami történik vele, de általában ez egy krízishez vezet, vagy, vagy, egy, vagy legjobb esetben is egy olyan élethez, amik a végén az ember frusztrált marad, mert úgy érzi, hogy nem töltötte ki az életét, azt, amiért született. És ha, meg, ha, ha, az énjét támogatjuk, akkor ezeket nem megtagadva, csak féken tartva ki tudja bontakoztatni azt a képességét, amiért ő megszületett, és az bele tudja árasztani a társadalomba. És ez, ez nem egy liberális nevelés, hanem egy, egy nevelés művészet, amiben oda kell figyelni, hogy ki lakik ebben az emberben. És erre nincs recept. Egy való pedagógus nem tudja fölcsapni a kisokost, hogy most mi a teendő, a pistike, a szekrény tetején tombol. Hanem ott kell kitalálni abban in situ, hogy mit kell csinálni. Ö, ezt ezt mond, nem nem elméletről beszélek, mert nekem van két nagy fiam, 34 és 32 évesek, meg van egy 9 éves is. Ők mind Valdorf, hát a két nagy már végment ezen. Ők egészséges, gondolkodni képes és egyébként sikeres emberek is, de ez teljesen lényegtelen. Tehát egészségesen sikerült, ami bennük volt, azt felszínre hozni. Akkor a a mezőgazdaság. A mezőgazdaság, amit a Steiner, euh, ugye ő azon az alapálláson volt, hogy ő nem fog elmondani semmit se az embereknek, csak válaszol, ha kérdeznek. Tehát nem feltett kérdés, ő nem válaszol. Tehát ő nem akar téríteni senkit. És ezért amire rákérdeztek, arra adott választ. Segített abban, hogy akiben a kérdés fölmerül, az tudjon tovább haladni önállóan. És ezért csak impulzusokat, kis impulzusokat adott, és recepteket nem adott. És ez így történt, hogy a, a biodinamikus mezőgazdaság, ami nem mezőgazdaság, mert gazdálkodás, ez ma a, a biotermékek között ez a legértékesebb, legmagasabb minőség és a legdrágább, mert ez a legtökéletesebb, de nem azért, hogy itt nem arról van szó pusztán, hogy, hogy vegyszermentes, meg GMO mentes, meg egyebek, hanem nem ez az alap, hanem amikor azon a, azt 1924-ben volt az a, 22-ben az a, egy hétvégéből származik az egész biodinamikus mezőgazdaság, amikor Gazdákkal egy hétvégét eltöltött egy e, Kobervic nevű kastélyban, és ott a kérdésekre válaszolt. Abból a hétvégből nőtt ki minden. És a gazdák azt kérdezték tőle akkor, hogy e, akkor még csak biogazdálkodás létezett. Tehát nem volt se kemizálás, sem műtrágya, semmi. Ennek ellenére azt tapasztalták a gazdák, hogy a, hogy a, a terméshozamok csökkennek és a természet haldoklik. És hogy mi, mit tegyenek? És azt mondta, igen, azt mondta Steiner, a természet haldoklik, a föld haldoklik. És nekünk be kell avatkozni, mert az Istenek visszavonultak, magára hagyták, és mi elevenítő impulzusokat kell, hogy a Földnek adjunk, különben meghal. És erre tett néhány javaslatot. Ezek többek közt Például preparátumok, ezek ilyen hókusz pókusnak minősíthető ö, játékok, de azért elmondom nagyjából, hogy, hogy hogy készül egy ilyen preparátum, csak hogy fogalmat alkossunk róla. Ö, gyógynövényeket gyűjtünk be, de egy bizonyos ö, holdnaptár szerint, amikor a gyógynövényekben a hatás a maximumot éri el, akkor kell leszedni, majd szerzünk vagy egy szarvasnak a hólyagját, tehát egy szarvasnak a húlyagját. Ki Kihagyjuk a piac és veszünk egy szarvas <tosz> vagy, vagy, egy tehénnek a tülkét. És akkor ezt a gyógynövénykeveréket gyógynövény keveréket beletömködjük, majd ezt elássuk, és ott pár hónapig a föld alatt. Hát az, az harvas hólyag, az egy, ez egy nagyon büdös valami. Tehát ez brutálisan büdös. Valami van benne, amit rettenetesen büdös. De mikor ezt kiástuk, akkor egy, egy, szaktalan por lesz belőle, és ezt homeopatikus mennyiségben ki kell permetezni a területre. És ez, egy, ez gyakorlatilag a kozmosznak a, a elevenítő erejét a növény- és állati szubstanciákkal fölerősítve közvetíti a földnek, és olyan brutális elevenítő erőt hoz, hogy a növények ki tudják fejleszteni a ősképükhez legközelebb álló formáikat, amiről a Göte beszélt. Tehát gyönyörű formájú és egészséges növények nőnek, ami nagyon megkülönböztetendő a műtrágyával fölfújt. TV paprikák és egyebek. <laughs> a televízió paprikának kéne mondani valóban, mert, mert azért olyan, mert a műtrágy az egy só. Azzal megsózzák a földet, és a növény ettől besokkol, hogy úristen, megsózták, és akkor elkezd, amit lehet vizet fölszívni, és ezzel fölszívja magát, és fölfújja magát egy magas víztartalmú, de kevés beltartalmú növényé. És ezt jól el lehet adni, de többre nem jó, tehát tévé. Na, tehát ezt nem ismernék be, jobban bele, mert ez egy, ez, ez egy önmagában egy egy nagyon érdekes dolog, és ö, ö, én magam is közreműködöm egy biodinamikus farmnak a építésében, működtetésében. Csak annyi, hogy, hogy, hogy a egyik hazai képviselője, már nem él szegény mezei Klári néni, ő azt mondta, amikor kérdezték, hogy hát most a preparátumokkal mi a teendő, hogy csináljuk, ne csináljuk, azt mondja, hát nem érdekes, hát ha, ha, nem csinálunk elég preparátumot, akkor a föld meghal. Tehát ennyi jelentősége van. Tehát ha ezt valaki fölfogta, akkor, akkor rájön, hogy tök mindegy, hogy mennyit csinál, ha a balkon ládájába elegendőt csinál, az is számít. Minden számít. És az építészet arról fog vetíteni, az építészetbe is tett egy impulzust, amiből mondjuk Makovec Imre építészete fejlődött ki ebből az impulzusból, mert őt, őt ez ihlette meg. És de bármely területet, vehetjük a matematikát, vehetjük a csillagászatot, számos, számos terület, tájépítészetet, tehát ahol, ahol kérdezték, oda mind adott egy impulzust. De még egy fontos momentum, hogy elmentek hozzá evangélikus lelkészek, és a vallásgyakorlással kapcsolatban tettek föl neki kérdéseket. És ebből jött létre a keresztény közösség nevű kisegyház, ami Magyarországon is itt van, és tulajdonképpen csak a lényegét próbálnám összefoglalni, hogy ez miről szól. Steiner arról beszélt, hogy ugye az evangélikusok az a protestáns egyház. Tehát mint a reformátusok is, ők, ők a, a szentségekkel nem foglalkoztak. Azt átlépték. És azt mondta Steiner, hogy ez egy hiba volt, mert a szentségek továbbra is érvényesek, csak az a liturgia, amit a katolikus egyház végez, az már nem működik. Tehát azt meg kell újítani, az egész liturgiát, és nem történik meg a kommunió se a szentségeknél, tehát az áldozásnál sem. És megmondta, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy a kommunió megtörténjen, és egy megújított, a megújított szentségeket elmondta. Ez volt elegendő ahhoz, hogy kiadják a Steinerre a kilövési engedélyt. És valójában ezért kíséreltek meg ellene merényleteket, majd végül a a halálát is egy mérgezés okozta, de ugye ő úgy volt vele, hogy a ismervén a karma törvényeit a betegség nem, nem terítette le úgy, ahogy azt eltervezték, tehát olyan mérgeket adtak neki, amit normál halandó nem bírt volna elviselni, de elfogadta, és azt mondta, hogy jó, most eltávozom, aztán majd jövök valamikor valószínűleg éppen mostanában lehet, hogy teszi látogatását újra. Tehát ez, a, ez egy megújított liturgia, amit én nem is mondanék róla többet, mert bárki, aki, aki erre kíváncsi, mint akármit látogató, részt vehet egy ilyen misén, ami emberszentelő szertartásnak mondhatom, és én, aki katolikus ...nak lettem törskönyvezve, és jártam is egy darabig, de nem, nem találtam fogódzót hozzá. Itt úgy éreztem, hogy azok, a, amiket a liturgiában üres formáknak éreztem, azok itt, itt eleven tartalmaként átélhetővé váltak. Na most nem is tudok többet mondani, úgyhogy itten próbálok pár diát vetíteni, és a szöveget kevésbé, csak annyit, hogy igen, ezt az idézetet, ezt azért talán érdemes. Goethe azt követelte meg egy szép épülettől, hogy ne csupán a szemre hasson, hanem egy olyan ember számára is érzékeltő legyen, és annak is tetszen, akit bekötött szemmel vezetnek végig benne. Tehát ez csak arra utal, hogy az a, a, alvó ébredő félben lévő érzékfeletti érzékelésre való szerveink is valamit érezzenek. Tehát ha be van csukva a fülünk, az érzékektől meg vagyunk fosztva, akkor is valamit átéljünk abban az épületben. A, itt a szöveg, azt most nem akarom végragozni, csak az a lényeg, hogy a századfordulón, amikor az antropozófia megjelent, akkor egy művészeti forradalom zajlott Európában ismerjük ennek a, az előzményeit, a történetét is, a, a prerafaelitákkal kezdődött a 19. század vége felé, aztán a szecesszióval ö, folytatódott, és az első világháború előtt itt Magyarországon is hatalmas, egy, egy, hatalmas fölfejlődés volt. Tehát a magyar szecesszió, amiben a, a, hát a leggyönyörűbb példáit, mondjuk mondhatom a festőket, azt, azt nem is mondom, hanem mondjuk a zeneakadémia épületét, ami ennek egy, egy, egy gyöngyszeme, de kóskáro is ebben az időszakban ö, ö, jelent meg, és Európa minden részén. Tehát akkor egy Kóskárolynak barátai voltak, ö, angol, meg finn, meg svéd építészek, ugyanazt a stílust nyomták, és egy újjászületés volt, mert érezték, hogy egy egy világvége és egy világkezdet van egyszerre. És, és, ez a virágzás, ezt fejezte le az első világháború. Mert ennek a virágzásnak a centrum a Közép-Európában volt. És az első világháború a Közép-Európa ellen indított megsemmisítő háború első felvonása volt. Tehát ezt szétrobbantották, és mondjuk itt Magyarországon a Gödöllői művésztelep volt ennek a csúcsa, az első világháború után ott már nem volt érdemi élet. És akkor megjött helyette egy, egy, egy érdekes dolog, lett utána a Bauhaus, amiben kezdetben volt egy, egy teozófiai impulzus, aztán ez elhalt, és, és ennek a maradványait látjuk ma, mint minimalista, racionalista építészet ezekbe a dobozokba amik ilyen steril dobozok, mint egy akvárium. Nem is ragozom, mert... Évettelen. Hát igen, tehát hogy, hogy ebbe bele lehetne menni, de ez megint egy külön előadás. Na most... Megnézem, hogy ez működik-e vagy sem. Nem nézzük, hanem akkor megyünk tovább. Tehát a Steiner pedig megpróbált egy otthon teremteni ennek a mozgalomnak, és elkezdte a előkészíteni a ö, építeni, de előtte ö, tanulmányokat folytatott, és kisebb modelleket épített. De egy olyan épületet akart építeni, miben ez az eszme úgy tud megjelenni, hogy az épület úgy idomuljon hozzá, mint egy, egy dióban a a Dió Béla héhoz. Tehát egy olyan héjat keresett ennek az eszmének, és ugye ez a szakrális geometria, hát ez a, erről beszéltem a Salamon temploma nyomán. A Salamon templomának a arányrendszere az jelen van a gőtánomban is, és egyúttal ez ugye a növények metamorfózisának az arányrendszerére is. És itt csak egy kis kitérő ez a, a öt természetes poliéder, amit a Plátón, mint tökéletes testeket nevezett meg, és hogy ez a tetraéder, a tűzelemnek a szimbóluma, az oktaéder a levegő, az ikozaéder a víz, a hexaéder a föld, és a dodekaéder az univerzum. És ezek, hát ez, ez ugyan itt nem szerepel, de aztán a Kepler rátalált ennek a nyomára a kozmoszban. Tehát ugye Pláton leírt, hogy mindennek ezek az elemi építőkövei, és akkor Kepler rájött, hogy a naprendszerben ezeket a poliédereket, ha beleilleszti, akkor egymásba illesztve tökéletesen illeszkednek a bolygópályákhoz. Tehát a mikrokozmos és a makrokozmosz az teljesen szinkronban van. Tehát ő felfedezte ezeket a polídereket a naprendszerben. Na most itt egy, először egy modellt épített Marsban, amiben é, ezt most könnyen lehet mondani, hogy aha, szimbólumok, igen, mert ötágú csillag, meg ilyenek. Hát az ötágú csillag az az embernek a szimbóluma. Tehát lehet, és ezért sokan használták ezt, és ugye, ugye a svasztikát is lehetne említeni, hogy á, akkor nem szabadkönyves, hanem fasiszta. Igen, hmm. hát Ja, a svasztikát a hitlerék honnan vették? Indiából, a, 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 és ugye ott annak egy, az, egy, az, élet kereke, más kérdés, hogy a hitlerék megfordították az irányát. Ez sem lényegtelen. Tehát amikor ilyenek, ilyen, ilyen könnyen, ilyen, így, ilyen facebookos stílusban így rámondunk <laughs> erre valamit, hogy ah, ez is vakuló, meg nézé akkor azért úgy vigyázzunk egy picit, mert ezt kicsit körül kéne nézni. És akkor először Münchenben próbáltak egy telket szerezni, az nem sikerült, és a, igen, itt írja, hogy a, a előadóterem és a nézőtér körei középpontjainak távolságát Steiner Salomon templomának hossza alapján 21 méterben határozta meg. Tehát itt jelen van ez az arány. Hát ez volt az első terv, és ez aztán nem valósult meg. És akkor kapott egy telket ajándékba egy, egy svájci orvostól, és akkor ott elkezdődött a tervezés, és a, aztán az építés is, hozzátéve, hogy az építkezés zöme az első világháború alatt történt amikor ugye Svájc semleges volt, tehát Svájcot nem érintett a háború, és az, a Götálom építésén Európa összes nemzetéből érkezett önkéntesek voltak. Tehát míg Svájcon kívül ezek az emberek egymást ölték ellenkező lövészárkokban, addig itt együtt építettek valamit, ami jövőre vonatkozik, és a Steiner néha vigyelnie kellett, hogy ne horgadjanak föl ezek a politikai jelentétek, mert természetesen azért ezek dolgoztak ezekben az emberekben is. És e, itt van a, a Götanum arányrendszere, ami mondhatjuk, hogy jó, miért, ez, ez önkényes, most miért pont ennyi? Ezt próbálom megmagyarázni, hogy ennek mi a jelentősége. Tehát itt van a középen a Salomon templomának alaprajza, nem túl bonyolult, Uh, ott a felső négyzetben ott tárolták a fridládát, és uh, és a, a gőtánumnak egy kettős kupolája volt, az első gőtánumról beszélünk, és ebből a, a színpadrész, a kisebb kupola az a szellemvilágot szimbolizálta, a nagyobb kupola az a fizikai világot, a nézőteret és a kettő áthatja egymást. Tehát a két ö, szféra érintkezik, és az áthatás pontjában ö, helyezkedik el a, a szónoki emelvény. Tehát ott a jobb szélső ábrának a, ott van egy ilyen kis U, -U betű, az a, az a pulpitus, ahonnan lehet beszélni. Most, amikor megépült, ugye ez, és a, az oszlopok azok Nak az anyaga a bolygókhoz tartozó fák anyagából lett külön-külön kiválasztva és megfaragva kézzel, és ezáltal ez a faépület, ez egy óriási hangszerré vált. És ha valaki beállt a fókuszpontba, a pulpitusra, és elkezdett beszélni, a következőt lehetett tapasztalni, ha valaki elsétált a színpad szélére az oszlopok közé, akkor csak a magáhangzókat hallotta. Ha meg átsétált a nézőtéren az oszlopok közé, ott pedig csak a mással hangzókat hallotta. Ugye a hangképzésből lehet tudni, hogy a, a, a magáhangzók azokat a, azok a rezgések, és azt, a, azt a, a tüdő a légáramláshoz a létre, és a mással hangzók pedig, a, amikor a levegő ütközik a, a szájpadlásunkon a nyelvünket, amikor az anyaggal ütközik. Tehát az anyaggal ütköző hangok azok a fizikai sík, síkon hallhatóak, a szellemből jövők pedig odát Persze, aki a nézőtéren ült, az mind a kettőt egyszerre hallotta. Tehát tehát ebből csak sejt, megsejthetjük, hogy itt egy milyen, milyen ö, szintű tudás volt, ami nem elmélet, meg nem spekuláció, meg nem lila köd, hanem valami, valami ennél több. Ez megint tovább ö, mutatja, hogy a, hogy a korábbi, a görög templomokban ott nem volt jelen ember a görög templomot az istenségnek építették. Az istenség háza volt, oda nem lehetett belépni, mert aki oda belépett emberként, az szörnyelt halt abban a pillanatban. Oda nem volt szabad belépni. Salmon templomába ugye a szenté el volt zárva, és az embereknek volt egy előtér, ahova bemehettek. És itt pedig a szentély, a szellemvilág és az, az emberi szféra össze van nyitva. Tehát kvázi ahogy a Krisztus megfeszítésekor nincs templomkárpit, nincs a szentély elrekesztve, hanem a kettő egymásba hatol. Ilyen volt a görög templom. Az istenség szobra ott volt benne, és ezt halandó nem láthatta. Ott lakott ez az istenség. És akkor a Grál templom az egy, hát ez egy külön titok, mert a Grál templomot senki se látta, de ebben a titokzatos Grál templomban őrzik állítólag a Szent Grált. És ez is előképként szolgált a Gőtánomhoz, és a úgy tervezték, hogy a színpad hátsó részén állna az emberiség reprezentáns szobra, ami a, amiről majd látunk egy képet. Hát ez Krisztus szobra, és rajta Lucifer és Arimán ábrázolva lesz. De ugye az első götánomot fölgyújtották, és porig éget, és a szobor az nem volt benne akkor, úgyhogy a szobor megmaradt. hát ez most ebben nem mennék bele ebbe a kaszini görbék elemzésébe, ami szintén a mikrokozmos és a makrokozmos összefüggését mutatja, ami olyan, egy olyan egyenlet, amivel ha a paramétereit változtatjuk, akkor vagy egy, egy ellipszishez jutunk, vagy egy lemniszkátához. És akkor a növény metamorfózis, Erről a gőtéről beszéltünk, az ős növényről, Ugye ez a növény metamorfózis az, ami, amiben ezek a ritmusok és arányok ö, időben lefutva megragadhatók. És a gőtánomban ez a metamorfózis eszme van épületi formában és, meg, és ábrázolva. Ezt most ebben nem mennék bele, mert már, ez, már fáradunk és egy szünet közeleg, de a lényeg az, hogy a Steinernek sikerült tovább gondolni a Gőtte felvetését az ősnövényen túl, az állat és az embernek az ősképéhez, és ezt formálta meg részben, belevitte az épületbe, de egyébként ez, az, ez a metamorfózis a magzati fejlődésben megragadható, amikor a, a ugye ott a petesejt megtermékenyül, és aztán betűrődik, aztán utána két oldalról, ugye az ős és az új száj képződik. Ott történik ez az átalakulás, amikor az állati minőség úgymond átbucskázik a saját fején, és, és emberi minőségé változik. Tehát amit a Steiner megfigyelt, ez a metamorfózis folyamat, ez az evolúción húzódik. Igen, ezt, uh, uh, igen itt, itt van egy hosszabb megfogalmazásban az, amit a Hirám uh, kapott az ősatjától és a Steiner ezt megfogalmazta mai uh, nyelven is a művészet feladatát és fogalmát. És itt maga, ez már a második gőtánom, hogy az elsőt felgyújtották. Tehát ez a felgyújtás, ez a. Hát nyilvánvalóan a nácik indították el. Mégpedig azért, mert a Steiner rálátott az ő okult mahinációikra, és erről nyilvánosan beszélt. És ezért őt veszedelmesnek ítélték, és aztán ugye a Götánomot egy karácsonyi ünnepség után éjszaka gyújtották föl, rendkívül rafinált módon, ez porigéget, és aztán utána történt, hogy a, a Steiner ellen a, tehát megadták a kilövési engedélyt, amire őt egy svájci páholytag figyelmeztette, hogy az ő páholyában elhangzott ez, hogy akkor most a Steinert el kell tenni láb Tehát erről tudott, hogy ez készülőben van, Hát itt még az első gőtárom építését láthatjuk, ami ugye a háború alatt. És akkor itt van ez a, ez a elképesztő épület, mi dupla kupolával, Valami zavar van az erőben. Lehet, hogy csak. Lehet, hogy megsérült a fájl. Na mindegy, most haladunk tovább. Hát itt a belső, az oszlopok, amik az egész belső kézzel, kézzel, vésővel lett megfaragva a szobrászok által. Tömör fából, van itt látható, ahogy éppen dolgoznak rajta. Itt van a meccete, ez már a megvalósult belső, ami nem sokáig volt élvezhető. És itt van kívülről. Ugye ez a kupola az, az ilyen természetes palával van fedve, vagy volt fedve. Itt az oldal bejáratok, ez a fő lépcsője. Ez egy makett, tehát ez nem az igazi, ez egy makettnek a fotója, de az a menyezet freskókat mutatja. És a, az idegablakokat És ezek is a mennyezetfreskoknak a reprodukciói, amik az érzékfeltű világ különböző lényeit ábrázolják. Szóval ilyen volt, és aztán ezen a szilveszter éjszakán ez porig égett. Ez a, ez a fűtőház és a trafóház, ami a gőtáromot működtette, ezek pedig körülötte lévő kisebb ö, melléképületek, ahol egy-egy szekció külön van, ez egy, egy lakóház volt, ma könyves volt, ez egy festőműterem, és ö, Itt ezt az első bekezdést, ezt elolvasom, ez ugye a Kálmán Istvántól, a egyik mesteremtől származik. Göte szerint a művészet a természet továbbteremtése az emberen keresztül. Schiller a művészetben az ember szabad játékát látja egy magasabb fokon. Steiner szerint a művészet nem az eszme érzéki jelenség formájában, hanem a fordítottja, az érzéki jelenség eszme formájában. Hát ezt most nem várom, hogy ezt most megértsük, mert ezen lehet meditálni napokat. Minden esetre csak egy megjegyzést, hogy az ellenhatalom egy jeles képviselője, Churchill, következőt fogalmazta meg, hogy számára a legnagyobb ellenség Schiller szellemisége. És ezért Churchill ezért rendelkezett úgy, hogy terrorbombázással az összes német várost porigrombolja. Közte ugye Dresdát, Hamburgot, Hannovert porigrombolta. A Dresdában a, az olvat aszfalton próbáltak átszaladni az emberek, hogy mentsék a bőrüket, és Hivatalosan 60 ezer ember halt meg, de valójában 200 ezernél többen pusztultak oda a bombaholokausztban, ahogy ezt a helyiek nevezik. És ugye az angolok kárpotlásul a, a újraépített templomnak az aranykeresztjét adományozták, de hát ez nem biztos, hogy elég volt. <hül> Itt van, a, és ugye hát a, miután leégett a gőtán, a Steiner eléggé megviselte, de rögtön utána elkezdte a másodikat tervezni, és arra adott egy javaslatot, de a második gőtán az már nem az első. Az első az egy, az egy, hangszer volt valóban, ami egy... Valahogy úgy működik, hogyha ott ott a, a tartalom elhangzik, ami például egy misztérium drámát jelent, amit a színpadon előadnak. Akkor ez egy olyan minőséget teremt, ami az egész távolabbi környezetre úgy hat ki, mintha egy hangszer szólna. És a másik, második gőtánom az pedig egy beton. Épület, és a Steiner annyit mondott róla, pontosabban nem, nem a Steiner, hanem egy, egy tanítvány, mert a Steiner már nem él, élte meg a befejezését, hogy ez egy ez egy üres barlang, ami olyan, mint az a barlang, amikor a, az emberek a, a, oda mentek a Krisztus sírjához, és a, a követ elhengerítve, látták, és akkor bementek, és akkor ott egy angyalal találkoztak, és kérdezték, hogy is hol van Krisztus, és akkor az angyal azt mondta, hogy akit ti kerestek, az már nincs itt. Ez egy ilyen barlang. Tehát ez egy üres barlang, amit meg lehet tölteni tartalommal, de a, a formája pedig az első gőtáromnak az éteri formájának a lenyomata. Tehát az csak ott egy emlékképként van jelen, és itt van az emberiség reprezentáns szobra, ami ma is megvan, ez egy elég gyenge fotó róla, de ezt azért érdemes megnézni, mert ugye ott Krisztus látjuk, amint a egyik kezét lefele tartja, másikat fölfelé, fölötte van Lucifer, akit féken tartja, alatta pedig a barlangban, Arimánban, aki az anyagba van zárva, és ez Arimán, aki ö, képtelen e fölél látni, az embert az ellenségének tekinti, és a törekvése az, hogy az embert a Földről leválassza, és az ember és a Föld közé a technikát beékelje. Tehát a technikai civilizáció az Arimán műve, ami utánozza a szellemi, képességeket fizikailag próbálja utánozni. Mire gondolok? Amikor az emberiség fejlődésben az lenne a feladat, hogy tovább fejlesszük a telepátia képességét, és tudjunk gondolatokkal kommunikálni, ezt Ari már nem érzékeli, de tudja, itt valami készül, és akkor el kitalálja a telefont. Tehát, hogy valaminek a materiális megfelelőjét tudja előállítani, és és még egy fontos dolog, hogy ott a bal felső sarokba is látunk egy ilyen angyalszerű valakit, ő pedig a, egy szintén egy arkangyali szintű lény, akit úgy hívnak, hogy a világhumor. Tehát az emberiségre hat a humor szelleme, egy felszabadító szellem, és az is ott van körülöttünk. És ez nagyon fontos. És itt a második öltelom alaprajza, ami hát ugye hasonlít az elsőhöz sok mindenben, de egy jóval egyszerűbb és, és betonépítmény. Itt van a két épület egymással vetítve. És ugye Makovia címre már csak ezt a másodikat láthatta. Ennyi, ez az agyagmodell volt, ennyit tudott róla a Steiner megcsinálni, és utána már nem érte meg a folytatást. Ez a jelenlegi formája. Hát ez, aki a Maková címre építészetet ismeri, azért fölismered benne pár részletet, motivumot, vagy a ő műveiben ebből, tehát attól függ, honnan nézzük. Tehát a, akárhogy is, akármennyire is egy halott épület, egy beton épület, csak organikus, tehát egy, egy lényszerű, tehát amikor a, a, az ásványi anyagot lényszerűvé Próbáljuk változtatni, megint remélem, hogy helyreáll. Jó, mindegy. Lehet, hogy itt sérült a fájl, meglátjuk, hogy mit. Az utolsó képet jó lenne, ha láthatnánk. Hát aztán itt történt egy, egy balfogás, hogy ebbe az új egyszerű belső térbe a 96-ba erőltették az első gőtánumnak bizonyos formáit betonból, és ez sajnos arról tanúskodott, hogy akik ezt beleépítették, azok nem értették meg, hogy ez miről szól. Hát így néz ki a mostani terem de hát ez mintha nem akarna tudomást venni, hogy ez nem az első gőtánom már. És itt van akkor néhány épülete, amiket talán ismernek. És itt a Gőtánom ezt a részletet olvasnám föl, és akkor utána itt szünet következik mindenki nagy örömére. Schillertől megint egy idézet, amit szépségként éreztünk itt, egykor, mint igazság jön velünk szembe. Ezt ha megjegyezzük és időnként fölidézzük, akkor Megsejthetjük, hogy tehát amit Schiller mond, ez azt jelenti, hogy a szépségnek és az igazságnak valami köze van egymáshoz. Persze vannak diszonáns példák is erre, de jó esetben a kettő közt van valami kapcsolat. És és itt még egy idézet a görög művészet végtelen nagysága az, hogy az egész megelőző kor összefoglódik benne és formát kap. Most fordított a feladatunk. Mégpedig az, hogy az embert, aki végtelenül elmélyült a kolgatai misztérium által, akit a maga kozmikus jelentőségében bensőleg megértettünk, ismét visszaadjuk az univerzumnak. A környezet megragadja eredetének gyökerét. Az ember felfogja az embert a tudattal átvilágított fizikai testet. És az épület ember lesz. Akkor itt most szünetet tartanék, mert ez itt már. Miről? Hát talán majd a szünet után akkor jó, akkor köszönöm.